Kicsi volt a kis kokos, kis kedves részén, mindenkit mutatott, kire hasonlított. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az én. Nagypapa azt mondta, Földön vagy szakaszoknak. Ami bácsi azt mondta, a megszólalási szegényről. Apa azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anya azt mondta, azért, mert te is hasonlít egy kicsit. Amikor kicsi voltam, és több eszemben mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írtam, mikor fordultam a hasonló hátomra, mikor ültem fel, mikor álltam fel a járókába, mikor ittam bőgéből, és mi volt az első szó, amit mondtam. Amíg kicsi voltam, és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Kicsi voltam és bűbályos, apukám albumba ragasztotta a fényképeimet, hogy milyen voltam, apa lefényképezett. Háromnapos, kéteves, kétromnapos, egy éves. Ebben került az első tizedőcikbe, az anyukám egyébként a polcra. És ekkor vágott nekem, abban a gyönyörű aranyfiam volt, és ekkor tette apukám a tárcájában, nekirajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki megcsodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. Apukám lefényképezett a játszótéren, az állatkertben, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénitől, akitől féltem. És az óvodai ünnepélyen, ahol én kaptam a legtöbb tapsot. Amióta nagy vagyok, és idétlen, és nyelge, és szemtelen, ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Nagypapa azt mondja. Jaj, nagymama azt mondja. Én nem tudom kire, de az anyjára biztos nem. Nagypapa azt mondja. Én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. Ami bácsi azt mondja. Szerencsé, hogy szegény Jolán, ezt már nem érte meg. Most láthatja az anya, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Anya pedig azt mondja. Te vagy az apja, hát miért nem húzod meg? És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, de egymást közt mégis belátják, hogy ami sok, a sok, az ő türelmüknek is van határa, és ez így nem mehet tovább. Csak azt nem tudják, hogy hogyan is mehet.